Szevasztok, csibészek, én Kristóf vagyok, és ma egy újabb videóval készültem nektek. Örültem, hogy rákattintottál a videóra, és hogy itt tart a szelem megint ebben a videóban. Ma egy olyan videóval készültem nektek, amiben a benzét fogjuk egy kicsit megszivatni, egy kisebb fajta prank, még nem jött meg a GoPro, de majd ha megjön a GoPro, akkor még jobb prankek lesznek, na mindegy. Szóval azzal fogom megszivatni, és lelki sokba teszem a palit, hogy a barátnőm megcsalt, és hogy szakítani akar velem. De mielőtt ezt megtenném, meg szeretnélek kérni, hogy lájkoljad be a videót, és hogy kommenteld oda, hogy szerintetek jó-e az egynapos pizza, ami kimaradt a kredencen, mert picikét fura volt az íze. Beszéltem a kedves barinőmmel, Lilikével, hogy ja, rám, úgy kezdődött, hogy rám írt, hogy ugye hogy mikor tudunk beszélni, írtam neki, hogy nincs kedvem, nem tudom, írta, hogy az jó, fontos lenne, írtam, hogy mert megint mi van a tegnapi után, utálom ezt a kertelést. Azt írta, hogy semmi, majd elmondom, nem akarom már ezt csinálni tovább, hát a kapcsolatunkat, erre írtam, hogy történt valami köztetek. Azt mondja, majd este megbeszéljük, vagy ha ráérsz, írtam neki, hogy adom. Ezután, hogy forma vagy, hihetetlenül rá tudsz tenni mindig egy lapáttal, jobb is így találkozunk, most hol vagy. Most nem jó, max, este dolgom van, egyszer felhívtam, kinyomott, mondom, nem jó, oké, este akkor szia. Na, nem akarom tovább húzni az időt, mert Bencének szerintem egyre jobban gyanús lesz ez a dolog. Most pedig felhívom, és elkezdek neki sírni arról, hogy van az új csávó a munkahelyéről, és hogy azzal kezdett el nagyon jóba lenni. Ádám, szerintem munkahelyéről, vagy inkább egyetemről? Szia, tesó, mi van? Dés vagy? Á, nem. Tesó, már a második doboz cigimet nyitom ki szerintem. Na, mondjad, mi van? Nagyon sok kérdésem van. Az egyik az, hogy mi az, hogy történt-e köztük valami, mi találkozott, amire valakivel tegnap? Hát, na, szóval az a lényeg, hogy én már tegnap, amikor beszélgettünk, már idegben voltam. Igen. Mert annyira összevesztünk, egy... Azt mondta, hogy hülyeség, szerintem nem volt hülyeség, illetve... Kinyomott, baszd meg! Ez egy faszlat! Na, haló! Na. Nagyon szóra felállakom, néha nem tudom, ezt csinálja ilyen tengerhangot, ott kéne hülye. Szóval, hol tartottam? Ja, hogy tegnap összevesztünk azon, hogy láttam egy ilyen beszélgetést, nem olvastam bele, csak pont elcsíptem, hogy be volt állítva a gyereknek így a szív emoji. Kérdeztem, ez mi a és mondta, hogy semmi, ő állította be, meg hogy jó fej, meg hogy hogy ne aggódjak, meg hogy bízzak meg benne, meg tudja. Geci. Na és mindegy, és akkor tegnap ugye elmentünk moziba, mert nem akartam itthon lenni, azt nem tudom, hogy láttad-e. Elmentünk moziba, és ott semmi, utána hazajöttem, jaj, meg elment buliba. Mert hogy akkor ő most elmegy buliba, nem tudom, hogy valami egyetemi brigáddal, vagy a munkahelyi brigáddal, vagy a nem tudom milyen brigáddal, de elment ugye a buliba. És akkor ott volt ez a gyerek is, azt tudom. És szerintem történt köztük valami. Aha, és a buli alatt beszélt veled? Hát... nem. Nem, semmit. Utána elment, és akkor utána becsapta az ajtót, elment, és akkor akármi. Ennyi. Nem. Tehát a buli óta találkoztunk, és akkor csapta be az ajtót? Nem. A buli előtt ment el. Idegesen. Jó, és akkor becsapta a bajt. Igen. Aha, hát az fasz. És mi a sejtésed, hogy mit tudom, és látom, tehát hogy valami? Hát alsó hangon az, szerintem. Illetve nem tudom, szerintem, mert az, ugye arra mentünk, jöttünk haza az én moziból, amerre ugye ő lakik, és tudom, hogy kocsival ment be, és az autója sem volt otthon, tehát valahol bent aludt, és nem hiszem, hogy valami barát, nem tudom, nem is akarom, nem tudom. Csak amikor beszéltek este? Micsoda? Este beszéltek? Este fogtok beszélni, ti kettőt? Ja, hogy igen, hogy azt hittem, hogy múlt idő. Azt mondjam, akkor egész estig csak hideg lett el. Hát igen. Igen. Miért nem felhívtam, azt mondta, hogy nem ér rá, szanaszéjjel off-ol, nem értem. Tehát pont ebből gondolom azt, hogy nem tudom, nem egyértelműek a jelek, de nem tudom, én azért ezt így leszoktam vágni, hogyha ilyen van, és szerintem ott történt valami. És arra, hogy kérdezted tőlem eszemben, hogy történtek köztük valami, írt valamit? Nem. Mit fogsz
Tehát, hogyha kiderül, hogy volt valami, akkor milyen folytatás? Nyilván nincs folytatás, vagy... Nem, én biztos, hogy nem. Hogyha megcsaltján, akkor szakítok vele. Igen. Jogos teljesen, én is ugyanígy csinálnék. Azért az túl sok, hogyha... Ezt megértem, tesszük, sajnálom, de... meglátod, de egyáltalán biztos, hogy esetleg tényleg ez történt. De... ha igen, akkor viszont az osztalika. Aha, igen, hogy nem akarja tovább folytatni, valami ilyesmi volt. De voltam utána milyen erre, előtte? Hát... Tehát érezted te is, hogy már valami nem olyan? Aha. Ja. Igen? Hát igen, mostanában nem tudom, ja, azt éreztem meg szerintem az ő oldaláról is, hogy egyre jobban, nem tudom, távolodik el tőlem, meg ilyenek, csak... Tudod, mintha már így, nem tudom, fogalmam sincs. Nem tudom, amúgy éppen ezen gondolkoztam, hogy én remélem az, hogy mivel így el van húzva ez az egész, ez inkább ilyen kapcsolati szapatás, vagy lehet, hogy még olyan szapatás, érted, hogy most én felhívlak random egy videóba, hogy izé, most szakítani akar velem, érted? Jó, hogy lehet, hogy ez vízik, hogy csinálja? Mondom, nem. Azt mondtam, hogy mondom, lehet, hogy ez olyan szapatás, mint hogy én felhívlak egy videóba, hogy azt mondjam, hogy mire szakítani akar velem. Most, hogy beszopadtál, az engem. Aha. Hogy ez tenkú az? Aha. Ja. Fasza vagy nagyon. Na, köszönjük szépen mindenkinek. Adom a tanácsokat neked, hogy izé, nem érdekelsz, hogy izé, nem köszönöm szépen, hagyj engem békén. Most ideges vagy? Nem érdekelsz. Akkor ideges vagy. Hagyja békén. Hello. Vigyázz magadra. Szevasz. Cső. Srácok, még depresszióba estem azóta és mióta a barátom szakítani akar velem. Nyilván nem akarta velem szakítani, mert hát ki akarna velem szakítani egy ilyen hattyúk ezekkel rendelkező csávóval, érted? Szegény Bencus pedig lelki stresszbe tettem, mindjárt felhívom, azt mondom neki, tesó, ne haragudj. Ennyi lett volna ez a videó, ennyi megkészültem a nektek. Előbb keltem, jobb nem jutott eszembe, szóval ennyit akartam mondani. Vigyázzatok magatokra és kövessetek be Instagramon, lájkoljátok be a videót. Hi!